Köszöntöm a nézőket, Loboda Árpád vagyok, ez a közügyek hírháttér. Mai műsorunkból megtudhatják, hogy a lecsapolás illeték mely részét kell befizetniük azoknak, akiknek a Vajdaság Vizei Közvállalat nagyobb számlát küldött ki. Beszélgetünk a Szabadkán megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekről is, megnézzük, hogy milyen problémákkal néznek szembe a temerini vadászok, és azt is bemutatjuk, hogy milyen produkciókat láthatnak azok, akik Szombaton ellátogatnak Magyar Kanizsára, az Adni Öröm című műsorunk helyszínére. Azonnal kezdünk. Sokakat felháborított a november végén postázott lecsapolási illeték. A gazdák jogtalannak és magasnak tartották, de miután a Pannoner TV folyamatosan foglalkozott a problémával, kiderült, hogy elszámolási hibák is vannak a kiküldött számlákban. Nézzünk meg egy rövid visszatekintést az eseményekre, majd pedig egy ma délután rögzített stúdió beszélgetést láthatnak Tóth Szalai Erika, szabadkai ombudsman helyettessel. Jó napot kívánok! Jó napot! Tessék! Juhász Gábor, itt a Pannonból. Megkérdési a lecsapolási illetékkel kapcsolatban jöttünk. Jó, szívesen nyilatkozok. A Pannoner TV novemberben kezdett el foglalkozni a vízlecsapolási díj hibás elszámolásával. A csantavéri nagyhegyesi Éva éveken át rendszeresen fizette ezt az illetéket. Most mégis többet kell befizetnie, mint ami az idei évre vonatkozik. A múlt évre fizettem még az első negyedre 7900 dinát. Ez a múlt évre volt, a 17-esre, még a 18-asnak az első negyede. Most erre negyedre kaptam 4000... Pár száz dinát. És összesen még ugye van valami tartozás, amit ön nem is tud, hogy honnan. Nem is tudom, hogy honnan. De nem én, hanem megkapta az egész utca, lehet rá mondani, hogy de semmi magyarázat, semmi nincsen, hát én ezt nem értem még. A gazdákat is kellemetlenül érinti a lecsapolási illeték, hiszen az adóval együtt komoly kiadás jelent a számukra. Ez a csantavér embereknek nagyon megterhelő, én szerintem, meg hát én szerintem egy 50%-ban, ha fizetik ezt a lecsapolást. Hát én ebben nem nagyon értek egyet, hogy ezt nekünk kell fizetni, majd a csantavére majdnem vizet kellene hozni, nem hogy lecsapoljuk még a vizet. Vajdaság szerte felháborodást váltott ki a lecsapolási illeték, de a termelőknek mégis ajánlatos befizetni ezt a jelentős összeget. Ezt, ha nem fizetik be, akkor éves szinten 14% kamatot számolnak rá. Ugyanakkor pedig, hogyha pályáznak, akkor sok pályázásnál már kérik, hogy a közterméket ki kell egyenlíteni, ami azt jelenti, hogy ez is abba a kategóriába tartozik, és bizony nem tudnak pályázni, hogyha ezeket nem fizették ki. Azok a tulajdonosok, akik pontatlannak vagy hibásnak tartják a lecsapolás illetékre vonatkozó elszámolást, Szabadka város területén, az ombudsmani hivatalhoz fordulhatnak jogi segítségért. A polgároknak ezzel nagyon sok problémájuk van. Ismét jelentkeztek, tehát bizonyos olyan hátralékokat jelöltek meg a közvállalatból, amit a polgárok bizonyítani is tudják, hogy nem létezik. Mi ismét kontaktusba léptünk a közvállalattal, és szeretnénk ezt a problémát velük letisztázni, és amint mi tisztán látjuk a probléma megoldását és a leegyszerűsített eljárás, hogyan lehet ezt megoldani, mi minden polgárt tájékoztatunk erről. Azóta a Szabadkai Ombudsmani Hivatal folyamatosan egyeztet a Vajdaság Vizei Közvállalat illetékeseivel. Ezeknek a tárgyalásoknak pozitív eredményei vannak. A vízlecsapolási illeték témája kapcsán Tóth Szalai Erika, szabadkai ombudsman helyettes a vendégünk a stúdióban. Köszöntöm. Ön az elmúlt napokban, hetekben az illetékes közvállalattal folyamatosan kapcsolatban volt, próbáltak megegyezni, hogy ezt a problémát, ami rengeteg embert érint, megoldják valahol. Milyenek voltak ezek az egyeztetések, miről egyeztettek?
Elsősorban azt mondanám, hogy az utolsó 10 napban több mint 1000 polgár fordult hozzánk azzal a panasszal, hogy a közvállalat a végzés kikézbesítése mellett egy olyan értesítést is küldött a polgároknak, hogy bizonyos hátraléka adósága van. Ezek a polgárok, akik hozzánk fordultak, mind állították, hogy rendszeresen és időbe fizették ezt a lecsapolási illetéket. Átfogó vizsgálatot folytattunk ebben az ügyben, úgy törvényes körben, törvényeket illetőleg, mint az adott végzést, és tegnap történt meg az, hogy a Vajdasági Vizek közvállalat igazgatójával és szakmunkatársaival találkoztunk, azzal, hogy a tartományi ombudsman hivatal is csatlakozott hozzánk. Tartalmas jogi vitát folytattunk, két észrevételünk volt. Az első az, hogy a polgárokat értesítéssel hívták fel adósság megfizettetésre, ami szerintünk az alapvető állampolgári jogokat sérti, mert bármikor egy hatóság a polgárnak bizonyos kötelezettséget állapít meg, kötelezően jogorvoslatot kell, hogy előlásson, tehát ez a jogorvoslatra való jog, amit ők nem tettek meg, mert a polgár jogorvoslattal élve tudja elvitatni azt, hogy például befizette a követelést, vagy az a követelés elévült, vagy megfizethetetlen, tehát már a konkrét egyedi esethez mérten ő nyilatkozik. Ezt nem tették meg. A második észrevételünk az volt, hogy a polgárok, amikor a végzést készhez kapták, és abban megjelölt összeget a befizetőlapon befizették, a közvállalat nem annak a végzésnek a kifizetésére, törlesztésére könyvelte el ezt az összeget, hanem az úgynevezett régi adósság törlesztésére, azt az egyenleget törölte a polgár szándéka ellenére. Ezt szabálytalannak tartottuk. Tehát akkor most mi a helyzet? Tehát miben tudtak megegyezni? Elmondta itt a különböző jogi hibákat, amiket a közvállalat elkövetett, de mi az új fejlemény? Két javaslatunk volt. Az első az, hogy ezt a könyvelőségű rendszerüket állítsák olyan szabályos rendszerre, amelyben ha polgár a végzés szerint fizet, akkor oda tessék könyvelni, ha adósságra, akkor oda, és a kettőt nem összekeverni. A másik javaslatunk az volt, hogy kötelezően jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani az adósság meghatározásánál, tehát kifogásra kell lehetőséget adni a polgárnak. Ezt el is fogadták. Ezt mind a két javaslatunkat a közvállalat hosszú vita után elfogadta. Tehát most az a helyzet, hogy a polgárok kifogással élhetek. Az ombudsman hivatalunk az első perctől ezt tanácsolta a polgároknak, úgyhogy több mint 1000 polgár már ezzel a kifogással a mi irodánkon keresztül élt. Ennek a kifogás kapcsán a közvállalat írásban kell, hogy közölje a polgárnak a tartozást, tehát nem kell a polgárnak nyomozati eljárást folytatni, hogy... Tehát ez a fontos. Nagyon sok polgár arra panaszkodik, hogy ő nem tudja, hogy mit fizetett be, mikor évekre visszamenőleg, és hogy ugye az volt itt a probléma, hogy a közvállalat azt mondta, hogy ők nem rendelkeznek ezekkel az elszámolásokkal, nem tudják megállapítani, hogy ki mennyivel tartozik. Vagyis, hogy pontosan évekre visszamenőleg. Tehát nem a polgár dolga, ahogy ez mondtam, a lényeg itt, hogy, nem a hogy nyomozati eljárást folytasson, hogy vajon mikor, mit nem fizetett be, ez a hivatal dolga. Tehát a kifogások után a közvállalatnak írásban kell értesíteni a polgárt, az adósságról, periódusról, tehát úgy, ahogy a törvény előlátja, és akkor kell ezt a követelést nagyon részletesen átvizsgálni. Itt, ha a polgár ezt egyedül nem tudja, szakmai segítségre van szüksége, a hivatalunk továbbra is áll a rendelkezésére, mert itt kell megnézni, hogy pontosan mennyi összeg van befizetve. Vajon van-e elévült követelés, és van-e megfizethetetlen követelés? Most mi az önök álláspontja? Tehát, ha egy polgár megkapja a számlát, ugye két összeg szerepel, egy a felső és az alsó, ugyebár a folyókövetelés, illetve az alsó, az a tartozás. Mi az önök álláspontja?
szempontja, melyiket kell most befizetni, melyik összeg az, amelyik a fontos? Tehát a lecsapolási illeték, ez egy törvényes kategória. Hosszú évek óta ezt fizetjük. Tehát ezzel nem lehet mit kezdeni, ez egy törvényes előírás. Ez az első befizetőcsekket értelme, azt tartalmazza. Ha a polgár rendszeresen fizette, és úgy látja, hogy nincs adósága, akkor azt javasoljuk, hogy a második befizető labban tartalmazó összeget ne fizesse be, azonban okvetlenül éljen a kifogás jogával. És ez után indul be az a valódi jogi procedúra, amivel a polgárnak láthatóvá kell tenni, mivel tartozik, miért tartozik, és utána tudunk ebből lényegbelileg nyilatkozni, és esetleg lényegbelileg bizonyítékot nyújtatni, vagy elvitatni ezt a követelést. És ezt mindenkinek meg kell tenni, aki úgy gondolja, hogy valami nem stimmel, valami nem jó a számlán? Mindenkinek meg kell tenni, mert el kell vitatni, egyébként elfogadjuk a tartozást. Ami fontos, illetékmentesen történik ez az eljárás. Itt is ígéretet kaptunk a közvállalattól, mert ez mind valahol a közvállalat hibája miatt történt. És tehát minden kommunikáció, minden jogi dokumentum küldése, érkezése illetékmentes. A különböző más városokban, községekben az ombudsmanok tudnak segíteni szintén ebbe? Egyáltalán önök kapcsolatban vannak ezzel a problematikával kapcsolatban? Hát ezt az önök televíziója indította meg ezt a problémát is. Őszintén köszönetet is mondhatunk önöknek, mert követve munkánkat igazán erősítettük a polgárok jogérvényesítési képességét, vagyis így információt kaptak a polgárok, hogy bizonyos jogi buktatók miatt ne kelljen kétszer ugyanazt a követelést befizetni. A vajdasági vizeknél csak a mi ombudsman hivatalunk is a tartományi volt, más hivatal nem lépett velük kapcsolatba, azonban Zenta, Ada, Kanizsa és jó pár környező község polgárai már velünk kapcsolatot létesítettek, természetesen mi segítséget nyújtunk, függetlenül attól, hogy mi a város területén van a hatáskörünk, de ez valószínűleg egy olyan jellegű probléma, ami egész Vajdaság polgárait érinti, nem csak Szabadka városait. És ahogy mondta, sokan úgymond lenyelték a békát, és befizették mind a két számlát, tehát a mostani illetéket és az úgymond tartozást is. Ők akkor tulajdonképpen valószínűleg hiába fizették be. Most mi történik az ő pénzükkel? Hát javaslom, hogy ők is éljenek a kifogás lehetőségével, és akkor reméljük, hogy a közvállalat ebben az esetben is úgy jár el, ahogy kell. Tehát esetleg visszakapják a pénzüket, vagy pedig átírják? Hát a visszakapni ez nem igazán reális, de hogy átírják az aktuális végzésre történt megfizettetésre. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és elmondta nekünk ezt. Hát azt hiszem, vajdasági magyarok számára egy nagyon jó hír a lecsapolási illetéknek a megoldódása. A 2019-es szerbiai köztársasági költségvetés csaknem 15 millió eurót irányoz elő szabadkai, illetve a város környéki felújításokra. Ezt Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti képviselője írta a Twitter bejegyzésében. Az észak-vajdasági településen és környékén több beruházás is megvalósult az elmúlt időszakban. A tervek alapján a jövő évben teljes egészében elkészülhet az Y-ág, amely tehermentesíteni Szabadka központját és közvetlen kijárást biztosítana a kelebiai határátkelőhöz. Ezekre a munkálatokra 1,4 milliárd dinárt lát elő a jövő évi büdzsé. A Népszínház munkálataira 700 milliót irányoz elő jövőre a köztársasági parlament, de Palicsra is jelentős beruházások érkeznek.
Pásztor Bálint, a VMSZ-DCP köztársasági parlamenti frakció vezetője nemrég Hírháttér műsorunkban is beszámolt a tervezett fejlesztésekről. Mi a vasútfejlesztési projektumokat illeti, a Szabadka-Szeged vasútvonal az egyik kiemelt cél, amelyre olyan 50 millió euró fog rendelkezésre állni a jövő évi költségvetésből, és ami még fontos, ez a Szabadka-Zenta vasútvonalnak a korszerűsítése, amire olyan 500 millió dinár fog rendelkezésre állni. Ezen kívül olyan 100-200 millió dinár áll majd rendelkezésre a mi önkormányzataink út karbantartási és út felújítási munkálataira. Szabadkán többek között a makhetesi Anka Butorac, a kertvárosi Petrinye, a belvárosi Mirko Bogovic, valamint Palicsona Rijéka és az Ausztrália utca is új aszfaltburkolatot kapott a közelmúltban. Predrag Radojevic, a Szabadkai útfenntartó várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalat igazgatója korábban elmondta, ezeket a projekteket főleg Szabadka város költségvetéséből finanszírozták, de tartományi, illetve köztársasági források is a rendelkezésükre állt. Dužina je 850 metara, širina asfalta je 3 metra, vrednost ovih radova je oko 3 miliona dinara i u potpunosti je finansirana iz budžeta grada Subotice. Ovo je naravno turistički deo Palića i zato je bilo neophodno ovu ulicu rehabilitovati. Znate da se ovdje održavaju brojne manifestacije i sportske i ostale manifestacije. Csantavéren is folyamatosak az útfelújítások. Legutóbb 700 méter hosszú útszakaszra szórtak le aszfalttörmeléket a falu két peremtelepülési utcájában. Ez az infrastruktúrális beruházás már 2015 óta szerepel a csantavéri helyi közösség tervei között. Örülünk annak, hogy most tulajdonképpen itt a Mósa Piáde utca a kis utcával karöltve kijut a főútra ezzel a mart aszfalttal való burkolattal, és így én gondolom, hogy mindenki számára sokkal jobb körülmények között tudnak közlekedni ezen az útszakaszon. Hajdújáráson és Nosszán is mart aszfalttal tették jobbá az eddig szinte járhatatlan útszakaszokat. Közel 4 kilométer hosszan lettek felmart aszfalttal leszórva utak. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy segítség az embereknek, a polgároknak, ugye, akik ezen a környéken laknak, felső hajdújáráson sokkal könnyebben, sokkal rövidebb úton be tudnak menni a városba, meg tudják közelíteni Palicsot, úgyhogy ez hatalmas nagy segítség számukra. Köztársasági, tartományi és önkormányzati óriás befektetés az épülő Palicsi Wellness Központ. Az építkezési terület 44 ezer négyzetméter. A tervek szerint a komplexum két különálló részre oszlik majd, egy nyitott és egy fedett területre. Nebojsa Darabos, a Palics Park Kft. Igazgatója elmondta, két forgatókönyv is létezik a véglegesítéshez. Naš plan je da obezbedimo sredstva i takav je dogovor sa svim nivoima vlasti sljedeće godine za sve. I ukoliko to bude slučaj, ukoliko budemo radili sve i otvoren i zatvoren deo odjednom, onda sljedeće godine nećemo ni otvarati ljetnu sezonu ovde, nego ćemo gledati da 2019. godine završimo apsolutno sve, tako da bismo u zimu ušli potpuno sa svim opremljenim. Mnogo je tu faktora, tako da ne mogu da vam dam direktno odgovore, ali ako bude samo otvorena faza, ona može da se koristi i bez zatvorenog dela svakako. A Palicsi Wellness Központ munkálatai az idén már elkezdődtek, a nyitott részét jövőre már be is fejezhetik. Az Y-ág munkálatai is gőzerővel folytatódnak a következő évben, valamint további utak, útszakaszok kaphatnak aszfaltburkolatot, illetve újulhatnak meg 2019-ben. A közügyek vendége pedig Újhelyi Ákos, Szabadkaváros gazdasági tanácsosa. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ahogy a felvételeken láthattuk, az Y-ágon gőzerővel folynak a munkálatok. Most melyik szakasz is épül, és mikorra várható ennek az átadása? Az Y-elágazás az pár nap múlva a kisbajmoki rész el fog készülni. Jövő évben 1,4 milliárd dinárt irányoztak elő a köztársasági költségvetésben ennek a szakasznak a további fejlesztésére, építésére. Ez elsősorban a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági frakciának volt köszönhető. Ez elsősorban azért fontos beruházás, és azért
kell Szabadka számára mindenképpen minél előbb ezt a beruházást, hogy végrehajtsák, mivel ugye közelben van a kisbajmoki Vámszabad övezet, ahol 8 cég jelenleg folytat tevékenységet, 6000 munkavállalót alkalmaznak, és ezeknek a cégeknek a munkájában a szállítást könnyítik meg, gyorsítaná föl ez az Y elágazás. Azt kell tudni a kisbajmoki Vámszabad övezetről, hogy az évente 800-tól 1000 munkással bővül, és jelenleg is van egy külföldi vállalkozó, Boysen nevű német cég, amelyik szeretne ide települni hozzánk, és ez is nagyban hozzájárul, hogy ide fog jönni, és tevékenységét a kisbajmoki Vámszabad övezetben fogja ellátni. Tehát akkor most ez a szakasz megépül, akkor az autópályáról elérhető lesz a Vámszabad övezet? Igen, elérhető lesz, és majd a következő évben pedig folytatódna tovább ez a beruházás a határirányába. Tehát akkor ez a következő részek mikor és milyen dinamikával fognak jönni? Hát az a tervezet, hogy jövő évben mindenféleképpen a hiányzó részt azt befejezzük, de ez attól is függ majd, hogy milyen nehézségekbe fog ütközni esetleg a kivitelező cég, de szeretnénk, hogyha ez befejeződne. Térjünk egy kicsikét Szabadka központjába. Hosszú évek óta probléma a Népszínház és a Népszínház építése. Mostanában milyen munkálatokat végeztek el? Mi volt itt az utóbbi időszakban? Ugye eddig a 6. fázisig befejezték a munkálatokat, a 7. és a 8. fázisnak a 0. része össze lett vonva, ennek az értéke 514 millió dinár, a Morava Kft. Kapta meg a kivitelezési munkálatokat, ez a külső résznek a tatarozását, a befejezését foglalja magába, következő rész az a teljes 8-as fázis, az körülbelül 1 milliárd dinárba fog kerülni, illetve a 9-es és a 10. fázis, amely az üzlethelyiségek felépítését jelenti magába, illetve a koncertterem megépítését kerül majd 500 millió dinárba. A jövő évi költségvetésbe 330 millió dinárt láttak elő a köztársasági költségvetésben az építkezés folytatására, illetve a tartományban is 330 milliót, ami azt jelenti, hogy 660 millió transfer eszközt fogunk kapni tartománytól és a köztársaságtól, illetve a Szabadka város költségvetésében ez megközelítőleg 100 millió dinár van előlátva ezeknek a munkálatoknak a folytatására, ami azt jelenti, hogyha minden igaz, a 8. fázist mikor befejezzük, akkor funkcionálisan már tud működni. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor jövőre talán már a színészek is beköltözhetnek? Hát hogyha úgy alakul az időjárás is, illetve a kivitelező is, hogyha be tudja fejezni a munkálatokat, illetve hogyha a kiírás is jó ki lesz írva, és rendben lesz minden, én gondolom, hogy 2020-ig birtokba tudják majd venni a színházat a színészek, és ott már darabokat is tudnak majd játszani. A másik fontos dolog, hogy a 9-es és a 10-es fázist is majd befejezzük, hogy teljes kapacitással tudjon működni a színházunk. Tehát akkor már a színház működni tud, amíg ez a két fázis még tart? Így van. Térjünk át az infrastruktúrára, a helyi aszfalt utak kiépítésére. Ez a projekt, ez egy folyamatos projekt, hogyha jól tudom, minden évben elvégzik valamelyik utcának az aszfaltozását. Jövőre esetleg tud-e konkrétumot mondani, hogy folytatódik ez, és hol? Minden évben elvégzünk egy bizonyos mennyiségű aszfaltozásait az utcáknak. Az idei évben most itt év végén mart aszfaltot szórtunk szét. Elsősorban olyan utcákra, amelyek földes utakra, hogy ezt tudják ugye az ott lakók a télen is, illetve tavasszal is használni, ugyanis ekkor nagy sár van, illetve ugye gödrök is vannak ezekben
az utcákban. Körülbelül 1300 tonna mart aszfaltot szórtunk szét. Ezeket a munkátokat a jövő hét végéig be fogjuk fejezni. Nosszán, Hajdujáráson, Palicson, Bajmokon és Csantavéren javítottuk az utaknak a minőségét. Jövőre is tervezzük ezeket a munkálatokat. Egy 2000 tonna martaszfaltot fogunk kérni a Szerbia utak közvállalattól. Az idei évben az áfa és a szállítás, illetve a beépítés költségei 2 millió dinárt tettek ki. Tehát akkor ez adományból így mond készültek el ezek a martaszfalt utak? Így van. A rendes aszfaltos utak, tehát gondolom a város központja, vagy pedig a szűkebb városban fognak építeni ilyen aszfaltos utakat. Mely utcákra van esetleg terv, hogy elkészüljenek? Elsősorban ezeket úgy kell elképzelni, hogy pályázni szoktunk, és saját eszközöket szoktunk ezekhez pályázatokhoz biztosítani. Nagyon szeretnénk, hogy a környező településeken azokat az utakat kiaszfaltozzuk, amelyekre helyiek igényt tartanak. Egyelőre most történik az adatoknak az összeszedése a helyi közösségektől, és amikor elkészülnek ezek a prioritás listák, akkor fogjuk látni, hogy milyen igények vannak, és azt szerint sorba rakjuk, és döntés születik majd arról, hogy melyik utcák is lesznek kiaszfaltozva, de azt gondolom, hogy az aszfalt mellett még egy olyan fontos infrastruktúrális beruházása, vízetékhálózatnak a bővítése is. Terve van, és a jövő évi költségvetésbe, Szabadka város költségvetésébe javasoltuk, hogy Királyhalom, Hajdujárás és Ludas vizetékét megoldjuk. Egy magisztrális vizetékről van szó, és a két településünk vízellátását szeretnénk ezzel a beruházással megoldani. Akkor további sikeres munkát kívánok önöknek. Köszönjük, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen a lehetőséget. Panaszkodnak a Temerini Fácán Vadásztársaság tagjai, 3 éve nem vadászhatnak nyúrra, a fácánokat saját telepükön nevelik ki. Őzet hébe, hóba látnak vaddisznóra, meg talán sosem lőttek még. A megcsapant állomány miatt egyre kevesebb a turista is a vidéken, így a gazdasági előrelépés is elmarad. Szükséges lenne a közvállalatokkal való jobb együttműködés és az erdősítés is, hiszen még nem késő megmenteni az állatvilágot. Élelem után kutatva merészkednek elő a vadak a temerini határban. Az őzek kisebb csoportokba tömörülve próbálnak ülve elbújni a veszélytől, bár a nyílt tér nem sok védelmet nyújt nekik. A temerini vadászok arra panaszkodnak leginkább, hogy az elmúlt években jelentős vadállomány csökkenést tapasztaltak. Kevés a kiserdő vagy a bozótos, viszont a dúvad, illetve az ártalmas vad elszaporodott a környéken. Orvadászokkal ritkán lehet találkozni, mert hivatásos vadőrök járják a terepet. Törvényileg kell vadőrszolgálat, hogy legyen minden vadásztársaságban. Hát a vadőrnek azért van elég sok feladata, etetni kell a vadat, járni a vadászterepet, figyelni a vad viselkedését, az állapotát, hogy milyen állapotban van, nincs-e valami betegség. Járni a vadászterepet, figyelni, nincs-e orvadászat. Hát voltak valami jelzések, hogy valami történik, hát most odafigyelünk a dolgokra, és akkor cselekszünk, ha oda kerül a dolog. Nem vadászok úgy, mint ahogy többiek, de levezetem a vadászatot, a nagy vadra, főleg a őzre, azt én vezetem. Hát az mellett, ha adódik alkalom rókát kilőni, akkor csináljuk a dolgunkat.
A temerini fácán vadásztársaság főleg apró vadra vadászhat, elsősorban fácánra, amit a saját telephelyén nevel ki. Egy valami módon besegítek a hivatásos vadászmesterünknek, úgy a többi szakszolgálattal együtt, mivel a törvény szerint minden egyesület köteles hivatásos vadászmestert foglalkoztatni. Most ugye a hivatásos vadászmester 60 ezer hektár tud letakarni, és hát így több egyesületnek van egy vadászmestere, és akkor valójában ő nem tudja azt az egész feladatot elvégezni, és ennek kapcsán ugye van volontőr vadászmester, aki besegít az ő munkájában. Ez mellett ön vérbeli vadász is. Mi az, ami kitölti a vadászatban az embert? Hát a vadászat az egy nemes sport, sajnos az utóbbi időben egyre drágább sport, és hát ezt nehéz elmondani, aki nincs ebben benne, tehát gyerekkoromtól kezdve, kiskoromtól kezdve űzöm a vadászatot, a nagyszülők, a dédszülők, édesapám, mindenki vadász, és ez így generációról generációra adódik át. Tehát ez a szenvedély az, ami az embert legjobban vonza. A temerini vadászok elmondása szerint a nyúlállomány drasztikusan megcsappant, a nagyvadak közül pedig csak őzre szabad lőni. Fogoly úgy szintén évek óta eltűnt, tehát ilyen nyomokban találni, de abszolút nem tud fölfejlődni, fölszaporodni, és még van az őz, ami egyedüli pénzbevételünk, pénzforrásunk, amiből tudunk egy kis turista pénzt beszerezni az egyesületnek. Tud-e az egyesület tenni azért, hogy fölfejlesz a vadállományt? Hát mi mindent megteszünk, de nagyon nehéz. Tehát itt a tagság az, aki ugye tagsági díjat fizet, és a turizmusból tudunk még pótbevételeket beszerezni. Na most mind itt látható is mellettünk van egy ilyen fácántelep, amely ebben tartjuk a fácánokat, tehát itt ilyen 8, 10, 12 hetes, 16 hetes, attól függ, melyik évben milyen fácánokat vásárolunk, és akkor itt neveljük őket tovább, és azután történik a vadászterületre való kivitelük. Az idén 16 heteseket vásároltunk, ami már majdnem azt lehet mondani, hogy vadászatra kész fácánok, tehát még pár hétig kellett, hogy etessük őket, és akkor kerültek a vadászterületre. A vadásztársaság hivatalosan 95 éve működik, de a feljegyzések alapján ezen a vidéken már több mint egy évszázada folyik szervezett vadászat. Naši ciljevi su da imamo na terenu što više divljači, imamo dosta lovaca, 176 lovaca imamo u lovačkom društvu Fazan Temerin, na 8200 hektara. To je dosta ovako puno lovaca, a mi želimo da svi lovci uživaju, da se druže, da sarađuju, da radimo na pošumljavanju, pošto remiza sve manje i manje imamo i u obavezi smo da fazansku divljač kupujemo, hranimo, puštamo da bi je na kraju pucali i da bi bili svi zadovoljni u lovačkom društvu. Temerinben a modern mezőgazdasági tevékenység, valamint a káros vadak elszaporodása miatt több gonddal szembesülnek a vadászok. Zeca ne lovimo već treću godinu, zato što ga nema. Znači, populacija zeca je totalno smanjena, verovatno za to su i herbicidi i mašine velike koje danas skidaju po 100 hektara u toku jednog dana, tako da smo tu nemoćni, čekamo da se oporavi, a mi ćemo se truditi da uništimo predatore, šakale i lisice koji ima toliko mnogo da ne možemo da se borimo sa predatorima. A vadászok úgy vélik, hogy a közvállalatokkal jobb együttműködésre van szükség, mert az erdősítés és az állóvizek kialakítása nélkülözhetetlen az állatvilág fennmaradása érdekében, és csak így reménykedhetnek abban, hogy a hasznos vad ismét elszaporodhat a vidéken.
A Magyar Kanizsai Vörös Kereszt munkatársai az idei évben is gondolnak a rászorulókra és az idősekre is. A helyi önkormányzat, a szerbiai Vörös Kereszt és az adományzók által tudják megvalósítani a kitűzött célokat. Idén a Pannon RTV Adni Öröm című jótékonysági műsorának kedvezményezettje a Magyar Kanizsai Vörös Kereszt. Nem csak a hátrányos helyzetű szociálisan rászorulók kapnak támogatást a Vöröskereszttől, a magányos, idős emberek megsegítése is fontos a szervezet számára. Önkénteseink az községben lévő időseket fogják meglátogatni. Olyan időseket, akik ágyhoz kötöttek, házhoz kötöttek, nagyon-nagyon mozdulnak ki otthonról, egy apró kis üdvözlő lappal és édességgel látogatnak el hozzájuk, és inkább azt az időt szánjuk ezekre az idősekre, hogy egy fél órában meghallgassuk, beszélgessünk velük, ezzel egy kis ünnepi hangulatot varázsoljunk a napjaikba. A rászorulókat meleg étellel várják a Magyar Kanizsai Vörös Kereszt épületben a hét minden napján. Készülünk a népkonyhán és azokon a helyeken, ahol nincs népkonyha, hogy élelmiszert osztunk december folyamán és egyáltalán a téli időszakban. Az ünnepek alkalmával pedig majd igyekszünk a népkonyha fölhasználónak is egy kicsikét ünnepi hangulatot varázsolni az asztalokra. Idén a Pannon Rádió és a Szabadkai Magyar Rádió Adni Öröm című jótékonysági műsora élőben fog jelentkezni Magyar Kanizsáról. Ebben nekünk segíteni fog a Pannon Rádióval közös akciónk december 15-én, ahová várjuk a lakosságtól a tartós élelmiszereket, higiéniai szereket. Ezt mind szeretnénk eljutatni úgy a népkonyha fölhasználók felé, valamint azokhoz a településeken, ahol nincs népkonyha, a rászoruló embereknek. A szervezet munkatársai a legkisebbek számára babakelengyével készülnek. A Véraduk gyerekei sem maradnak ki a sorból, ők egy gazdag Mikulás csomaggal térhetnek haza az ünnepek alatt. December 15-én a Pannon Rádió 91,5 MHz-es és a Szabadkai Magyar Rádió 89,6 MHz-es frekvenciáján követhetik a hallgatók a jótékonysági műsort. A Tiszamenti Város előkarácsonyi vásárán felállított pavilonunkban fogadjuk a tárgyi felajánlásokat, főként tartós, illetve féltartós élelmiszereket, illetve higiéniai és tisztító és tisztálkodási szereket. A műsorban a Pannon RTV munkatársai is fellépnek, a stúdióban pedig köszöntöm vendégeimet, Szlacki Csilla hangtechnikust, Óvári Dánielt, aki szintén hangtechnikus, és kolléganőmet, Tényi Editet, a Pannon RTV riporterét. Sziasztok! Szia. Hát akkor a hölgyektől indulnék először. Edit, te népdaléneklésssel foglalkozol, ami azért nagyon szép eredményeket is elértél. Mondj magadról ebben a témában néhány mondatot. Hát honnan is kezdjem? A végétől vagy az elejétől? Talán az elejétől. Az elejétől. Nagyon véletlenszerűen kezdődött az egész, annak ellenére, hogy azt mondhatom, hogy a zene az a hétköznapjaim szerves része, de úgy kezdődött valójában, hogy felkértek egy előadásba népdalt énekelni. Akkor kezdtem, rögtön díjat nyertem, és akkor csak folyamatosan, sorozatosan nyertem a Szatmár Németi, a Vas Lajos nagy díját, a Duna TV-nek a népzenei versenynek a népdalokat illető nagy díját megnyertem. Utána részt vettem a világkiállításon Hannoverbe, ott meg is hosszabbították az ott létemet, mert a hannoverieknek nagyon tetszett a munkám, úgyhogy egy hónapot töltöttem ott, utána pedig a Magyar Államtól megkaptam a Népművészeti Fiúmesteri díjat. És ugye részt fogsz venni az Adni Örömön, szombaton. Igen. Mit fogsz előadni, milyen számokat fogsz énekelni? Hát egy rövidke kis változatos programmal készültem. Egy francia chansont is fogok elénekelni, Edith Piaftól a L'Avion Rose-t, és a másik pedig egy hagyományos, eredeti
csokor lesz, amit annak ellenére, hogy hagyományos, mégiscsak feldolgozunk a kollégámmal. Csilla, te egy teljesen más, akik ismerik az elektronikus zenét, azok ismernek téged is, legalábbis itt Vajdaságban, teljesen más téma. Milyen műfajt képviselsz te úgy igazán? Igazándiból az elektronikus zenének egy, mondjuk úgy, hogy könnyebb műfaját fogom képviselni szombaton, egy 7-10 perces rövid összefoglalóba, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy tehát ez nem egy DJ-szet lesz, hanem saját zeneszámaim úgymond élőben való felépítése, tehát úgy hívják, hogy élő produkció. Igazából egy számítógép, tehát egy laptop segítségével, és egy kontroller, amit igazából úgy neveznek, hogy sampler, és ezekben lesznek az én hangmintáim, amit majd élőben fel fogok építeni. Tehát úgymond összeáll a kép, tehát ezekből a kis hangmintákból. Te azért itt Szerbiában is, Vajdaságban is, de Magyarországon is sokat vendégszerepelsz. Mesélj magadról, erről a dologról, hogy hogyan jutsz te úgy ki, hogy Budapesten, vagy esetleg Németországba lépnél fel. Igen, hát Idestova ugye emögött elég úgymond hosszú munka áll, tehát jövőre lesz 10 év, hogy ezzel foglalkozom, és inkább úgy mondom, hogy külföld felé sokkal könnyebb ezt a vonalat úgymond úgy popularizálni, ha mondhatom így, mivel ugye az underground vonalról van szó, és ott könnyebb, kicsit könnyebb ezt a műfajt. Úgymond. Befogadóbb a közönség? Igen, kicsit befogadóbbak, de ez már itthon is, tehát örömmel látom, hogy egyre nyitottabbak az emberek erre a vonalra. És akkor fordulok Óvári Dánielhez, aki szintén hangtechnikus itt nálunk, és őnála gitár van, tehát nem mondok el titkot azzal, hogy valamit hallani is fogunk. Te mikor kezdtél gitározni, énekelni? Tudom ezt, hogy ezt így párba fogod majd csinálni. Igen, én már lassan 12 éve foglalkozom zenével. Én voltam olyan szerencsés, hogy nekem a szüleim még bemutattak nekem egy jó pár híres előadót, és végig tudtam követni ezeknek a munkásságát, és ebből kifolyólag megkedveltem a zenét, és akkor kezdtem énekelni, és aztán később lettem a hangszerek szerelmese, és így majd később volt 10 évnek ezelőtt, 2008-ban egy Tini Táncdal Fesztivál, ahova beneveztem, és ott első lettem, és a közönségdíjat is elnyertem. Majd volt 2014-ben, ha jól emlékszem, az X-Faktor, ahol megpróbáltam, itt kevesebb szerencsével, a legjobb 50-ig jutottam be, majd ott estem ki. De mindezek mellett zenekaroztam többféle műfajban, a rock and roll-tól kezdve a modern rádió slágereken át, de most jelenleg egyelőre egy akusztikus duó működik, akivel tehát ugyan így keverve a műfajokban zenélünk. És akkor azt hiszem, hogy te meg is mutatod, vagyis hallhatunk egy kis részletet abból, amit majd szombaton el fogsz játszani az Adni Örömen, ugye? Igen. Hát akkor hallgassunk bele. Thank you.
Hát köszönjük szépen a kis ízelítő Tóvári Dánielnek. Egyébként szoktatok jótékonykodni? Sokat jelent számotokra a jótékonykodás? Hát valóban azt mondják, hogy ha valaki valamit szeretettel csinál, és azt a szeretetet megoszta, akkor az csak növekedik és gyarapodik. Úgyhogy én is szeretettel ajándékozom ezt a kiadást, a népművészet, a Vajdasági Népművészeti Fiúmestereinek a kiadványát. Annak, aki ezt megkívánja, azt valószínűleg akkor megteheti, ha holnap bejelentkezik, vagy telefonál a műsorban. Köszönjük szépen. Csilla, te szoktál így jótékonyságból fellépni? Természetesen. Általában minden évben van 2-3 ilyen fellépésem, ahol egyértelműen szívesen tehát részt veszek gondolkodás nélkül. Tehát itt Szabadkán is, és Budapesten is volt. Sőt, kiadókkal, külföldi kiadóknál is jellemző az, hogy egy adott albumot, amivel minden művész, akit felkérnek, hozzájárul egy zeneszámával, és a befolyó összeget azt jótékonysági célokra fordítják általában. Én is mindig szívesen elfogadom ezeket a felkéréseket, és tulajdonképpen most is szerintem ez a legfontosabb, hogy most szombaton is, ahol ott leszünk, és előadjuk azokat a dalokat, amiket elviszünk, és szerintem ebben az a legfontosabb, hogy mi szeretettel adjuk elő, és hogy örömet tudunk okozni másoknak. És szerintem ez ebben a jótékonykodásban a legfontosabb. Hát ez akár végszó is lehet. Köszönjük szépen, hogy befáradtatok a stúdióba. Nézőink pedig ne feledjék, december 15-én Adni Öröm Magyar Kanizsán és a Pannon Rádió, illetve a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, ha tehetik, adakozzanak önök is. Hírháttér műsorunk végén megköszönöm a figyelmet, hamarosan hírekkel folytatjuk.